A Mi Hazánk mozgalom szívügyének tekinti, hogy felszámolja a végrehajtó maffiát, és az utóbbi időkben úgy tűnik, hogy siker is koronázza ez irányú fáradozásait, ugyanis a végrehajtók feje Sadl György és társai előzetes letartóztatásba kerültek, azonban a szálak nagyon magasra mutatnak, egészen pontosan Komárom-Esztergom megye második számú választókerületének országgyűlési képviselőjéig, Völner Pálig, aki ugyan a mandátumáról nem mondott le, de valószínűleg jövő év tavaszán nem fogja körzetében megmérettetni magát. Számos következtetést le tudunk vonni az egész ügyből. A legfontosabb, hogy nem kérünk a Fidesz maffiaszerű és korrupt urambátyám rendszeréből, de nem kérünk a balliberális oldal hasonló üzelmeiből sem, mert ne feledjük. Az elmúlt 30 évben közösen tették tönkre az országot, közösen árusították ki, közösen szolgálták ki a multinacionális cégeket, és közösen züllesztették le a nemzetgazdaságot. Mi azon dolgozunk, hogy Magyarországon és Komárom-Esztergom megye második számú választókerületében is legyen valós magyar érdekű alternatíva. Egy olyan országot képzelünk el, amely ellentétben a maival rendet és közbiztonságot valósít meg. Esztergomban is komoly problémák vannak ezzel kapcsolatban. Egy olyan országot akarunk, ahol tisztességes fizetéseket kapnak a magyarok megfelelő körülmények között, amely szabad és független, nem tesznek különbséget magyar és magyar között a Covid diktatúra égisze alatt. Esztergom környékén pedig gondot fogunk fordítani a falvakban élők munkalehetőségeire is, ezért az a jelszavunk, hogy se Gyurcsány, se Orbán, van valós alternatíva Völner Pál körzetében is, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom.